termékpalettánkon végre megjelentek azok a termékek, amelyekkel nagyon sokat dolgoztunk az elmúlt időszakban, és végre testet öltöttek azok a csalogató anyagok, amelyeket elsősorban a metódos horgászok számára készítettünk. Itt az előttem látható, egyébként szerintem nagyon dizájnos zacskókban csupa olyan termék található, amelyek kimondottan az intenzíven telepített tavakon történő metódos horgászatokhoz lettek kifejlesztve. Az újonnan megjelent pelleteink alapvetően 2 mm-esek, ugye ez az a méret, ami a metód technikához szerintem kétségkívül a legalkalmasabb, hiszen az apró töltögetés kosarakban is kiválóan tud működni a víz alatt, rendkívül gyorsan bont és olyan táplálékot jelent a halaknak, amelynek az összegyűjtése és felszívása időbe telik, így hosszabb ideig tudjuk őket az etetésünkön tartani. 11 különböző típusa van ezeknek a mikropelleteknek, egészen változatos az ízpaletta, elég, hogyha néhány különböző típust felsorolok. Van Red Hollywood, Black Hollywood, Green Betaine, Krill, Tutti Frutti, ananász, fokhagyma, tehát úgy gondolom, hogy mindenki megtalálhatja azt az ízt, amely számára a leginkább szimpatikus, illetve megtalálhatjuk az adott vízre, az adott időpontban jól működő típust. A mai horgászatra, etetőanyagom gazdagításához először egy zacskó Black Hollywood mikropelletet fogok bekeverni. Ezek a pelletek is ebben a praktikus 800 g-os csomagolásban kerültek a boltok polcaira. Fontos jellemző egyébként a zacskónak, hogy egy gyors zárral van ellátva, így hogyha nem használjuk el a nap folyamán az összes pelletet, akkor könnyedén vissza tudjuk azt zárni, és minőségromlás nélkül tudjuk tárolni akár hosszabb ideig is. Én most az egész zacskót be fogom keverni. A pelleteknek olyan az anyagszerkezete, hogy nem igényelnek előáztatást, sőt itt szeretném is felhívni mindenki figyelmét arra, hogy áztatni ezeket a pelleteket nem szabad, hiszen nagyon könnyen ragacsossá válhatnak, és utána tulajdonképpen teljesen használhatatlanok lesznek számunkra. A legegyszerűbb módja a bekeverésnek az, hogy egy kézi permetező segítségével nedvesítjük meg ezeket, és egy 4-5-szöri nedvesítés után elérik a tökéletes állagot, ami könnyedén kosárba tölthető, mégis gyorsan bont. A nap folyamán pedig, hogyha egy picit kiszáradnak, akkor a kézi permetező segítségével tudunk még nedvességet adni hozzájuk. De mielőtt elfelejtem, ebbe a pelletbe kerülni fog már aroma, 2 különböző típusú is. Egy kevés bait booster, illetve egy kevés bait steam, ugyanabból az ízből, a chili grill típusúból. Egyébként az aromákat nyugodtan hozzáönthetjük a pelletekhez, ezt nem fontos beleönteni a kézi permetezőbe, ugye nem használunk belőlük túl sokat. Körülbelül ennyi a bait booster, tehát egy 2-3 újnyi mennyiség, és ennek a mennyiségnek durván a fele kerül bele a bait steamből. És mindjárt el fogom mondani azt is, hogy miért van mind a kettőre szükség. Ugye ezeknek az aromáknak különleges tulajdonsága, hogy nem csak rendkívül erős illattal és színnel, hanem ízzel is rendelkeznek. A bait booster az elsősorban a halaknak a vizuális ingereit tulajdonképpen békén hagyja, hiszen a víz alatt nagyobb színhatást nem fejt ki, ellenben a bait steam igen, és a bait steammel bekevert mikropelletek azok remekül felhősítenek a víz alatt, és innentől kezdve nincsen másra szükségem, mint egy kézi permetezőre, amivel apránként hozzáadom a vizet. Egyébként olyan 2-3 deciliter lesz az a mennyiség, amelyet felvesz a pellet. Itt is fontos, hogy 2-3 adag víz után egy 2-3 perces pihenőt tartsunk, ameddig a pelletszemek felszívják a hozzáadott nedvességet, és ilyen apró, de folyamatos nedvesítéssel egy 10-15-20 perc alatt használatra kész állapotba tudjuk hozni a pelleteket. Jól látszik, hogy a eddig hozzáadott nedvességet már tökéletesen felszívta, és mindjárt meg is mutatom, hogy tulajdonképpen már most is kosárba tölthető az állaga, tehát nagyon könnyen összeáll, ugyanakkor mégis jól szétmorzsolható. Persze érdemes még hozzá vizet adni, hiszen fontos, hogy a pelletszemek kellően felpuhuljanak, de jól látszik, hogy akár már az első nedvesítés után el lehet végezni az első dobást a pelletekkel, hiszen azok tökéletesen megállnak a kosárban.